A Fehérvárért közösen egyesület jelölt bemutató sajtótájékoztatóján elhangzott, hogy szerintük változásra van szükség ahhoz, hogy Székesfehérvár fejlődni tudjon. Bejelentették, hogy ki képviseli majd a szervezetet polgármester jelöltként az önkormányzati választáson. Földi Judit. Földi Judit elmondta, hogy a város költségvetésében más súlypontokra helyezné a hangsúlyt, tervei szerint erősíteni a város szociális, társadalmi szerepvállalását. A tervek között kiemelt helyen szerepel a közéleti program az átlátható működés biztosításáért, a gyerekprogram és az oktatás területe, komplex egészségügyi, szociális és sportprogram, a gazdasági program, melynek célja megőrizni a gazdasági potenciált akugyárak nélkül, a környezetvédelem, zöldítés és a társalatok gondozását célzó programerem, valamint a közlekedési program. Az egyesület választási programja is főként arról szól, hogy a székesfehérváriak még jobban érezzék magukat a városban. Elismerjük az eddigi teljesítményeket, és szeretnénk az, ami jó, azt megtartani, és nem kritizálni. Tehát vannak nagyon jó dolgok is ebben a városban, vannak olyan programok, amit megtartanánk mi is, de teljesen más vezetést képzelni kell. 14 éve van a Fidesz hatalmon a városban. Azt gondolom, hogy megérdemlünk egy esélyt. A Fehérvárért közösen egyesület képviselő jelöltjei között a DK, az MSZP, az LMP és a Jobbik politikusai szerepelnek. A szövetségből kiszorult a Momentum. Kérdésünkre Földi Judit elmondta, hogy a jelöltek között több olyan személy is szerepel, akik korábban nem vettek még részt választáson, és civilek. Vannak olyan jelöltek, akik a pártokból, akik elindulnak, de nem mindenki egyesületi tag. Az egyesület, mint jelölő szervezet vesz részt, de van olyan, ahol koordinálunk, és támogatjuk az adott párt jelöltjét. A tájékoztatón bemutatták az egyesület képviselő jelöltjeit. Azt, hogy ki melyik önkormányzati választókerületben indul, később hozzák nyilvánosságra. A Fehérvárért közösen egyesület jelöltjei a következők. Csonka Tibor, Dévai Nándor Csaba, Fazakas Attila, Kellerné Galgóc Deák Anikó, Lángfalvi Attila, Lénárt Tibor, Márton Roland, Meretei Péter, Pinterné Varga Anna Mária, Répási Attila, Rónai Ferenc, Szabó László, Tóth István és Sándor Barbara.